Akció a hétvégi Starbucksra, Istenes Bence versus Rácz Jenő mérkőzésre. Igazából egy jelenetet szeretnék kiragadni, amiben nekem nem volt tiszta. Elég kemény mérkőzés volt, de majd egy hosszabb videóban YouTube-ról beszélek. Láthattunk egy olyan jelenetet, amikor itt Bence éppen három ütéssel üti Rácz Jenőt, és a bíró közbelépett, és nekem ez nem volt tiszta számomra, hogy miért lépett közbe, hiszen ha megnézzük lassítva ezt a mérkőzést, akkor most például ez a jelent első ütésnél talál, másodiknál és harmadiknál is, és ha jobban megnézzük, az első ütésnél megfogja a bíró Bence vállát, itt most megállítottam, és a második ütésnél elengedi, aztán a harmadiknál meg közbelép, de én nem vagyok pontozó bírós, nem vagyok boxoló, MMA harcos vagyok, de én úgy tudom, hogy ha boxban valamikor közbelép a bíró, akkor ebben az esetben most szerintem számolni kell.